Izgalmasak lesznek a következő hónapok azoknak a diákoknak, akiknek most kell eldönteniük, hogy melyik felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Hogy az idén bevezetett változásokról mindenkinek legyen ideje tájékozódni, a jelentkezési határidőt február 15-ről március 1-ig meghosszabbították. Sokaknak szüksége is van erre. Nekem ez a plusz 2 hét, ez nagyon sok segítséget nyújt. Sajnos nekem még nem sikerült eldöntenem, hogy pontosan hová megyek tovább tanulni, úgyhogy ez nagy segítség nekem, hogy lesz idő még, hát ugye nem is olyan sok, de egy kis időt még tudok rászállni, hogy kitaláljam, hogy pontosan hová és milyen szakirányba megyek tovább. Továbbra is lehet interneten is és postai úton is jelentkezni. Bár egyre többen választják az elektronikus formát, de azért sokan a hagyományos változatnál maradnak. Ahogy mondják, nehogy egy félrekattintáson múljon valami. Inkább a postai lehetőséget preferálnám, mivel az internetbe hát egy kicsit nem bízok meg annyira, mivel a posta azért felelősséget is vállal egyrészt, másrészt pedig akár le is fagyhat a rendszer, és hát így saját kézből adhatom fel a felvételi papíromat. Az új rendszerben az internetes jelentkezést ugyanakkor egyre inkább próbálják előtérbe helyezni a postaival szemben. A felsőoktatási rendszer számos területen változott, ezért a diákok megfelelő tájékoztatását a kormányzat mellett az egyes főiskolák is, egyetemek is feladatuknak tekintik. A sárospataki Comenius főiskolai kar folyamatosan frissíti internetes oldalát, de az érdeklődőknek személyesen is szívesen adnak tájékoztatást. Az alapvető procedúrát tekintve előtérbe helyezik most már minden vonatkozásban az informatikai rendszeren történő jelentkezési formát, tehát ehhez lehet igazodni, és ezt minden esetben meg is teszi a rendszer. Ezen túlmenően az egyedi elbírásoknak a módját, metodikáját az minden intézménytípusra külön-külön meghatározzák. Így alapvetően azt tudjuk mondani, hogy forduljanak interneten keresztül a forrás lehetőségekhez, kapják meg a tájékoztatást, de egyébként mindenkinek szívesen állunk a rendelkezését a főiskolán is, hiszen ezt lehet olvasni majd a hirdetéseken keresztül is. A tanítóképzés szakjain az egyedi eljárásrendszer része az alkalmassági vizsga. A Comenius főiskolai karon először január 24-én tartanak ilyet. A sárospataki alkalmassági vizsgák igen magas színvonalúak, ezért az országban szinte minden hasonló felsőoktatási intézményben elismerik azokat.